Megalakult a szervezőbizottság, itt a különböző reszortok kiosztása az elsődleges feladat, tehát hogy ki miért felel a logisztika, akkreditáció, szállás, versenyrendezési körülmények, bírók, egészségügy, média, jegyárusítás, műszaki paraméterek, versenyrendezés műszaki paraméterei, versenyzőkkel való foglalkozás, tehát ez nagyon összetett. És hát természetesen van néhány olyan kérdés, ami előre jön, tehát a reszortokat most felosztjuk. Összeszokott a csapat, tehát itt a Debrecen már 2000 óta 40-valahanyadik világversenyt rendezi, majdnem ugyanazokkal a résztvevőkkel. Itt ugye a negyedik jeges világverseny lesz volt 13-ban Short Track VB, aztán ifjúsági műkocsa és jégtánc világbajnokság, aztán Európa-bajnokság Short Trackben, most világkupa. Tehát itt ezzel nem lesz gond, itt már tényleg barátokként üdvözlik egymást az emberek. Viszont van néhány sürgető kérdés, mert az a specialitás, hogy közben folyik a Phoenix felújítása. Tehát a novemberre lesz kész, egy megújult Phoenixbe megyünk, de ott akkor még a berendezések nem lesznek kipróbálva, tehát nekünk itt ezt bizonyos próbaüzemeket előre kell hozni, meg néhány műszaki kérdést előre kell hozni, ahhoz képest, amikor ezt el szoktuk dönteni, vagy előkészíteni. Itt ugyanis új rögzítési pontokat kell kialakítani, az ISO ezt kérte az EB-hez képest a szőnyegek esetében, illetőleg egy állandó betáplálási pontot kell kialakítani a jég, a fagyasztó cső rendszer eléréséhez, meg hát tisztázni kell azt is, hogy mit bír a csarnok kapacitása, mit bír a milyen igénye van, jégigénye a világbajnokságnak, itt ugyanis az Európa-bajnoksághoz képest az 3 napos volt, itt 4 napig kell hűteni, és 2-szer annyi futam van, és azt tudni kell, hogy az a specialitás a Short Tracknek, hogy futamonként és csapatonként a melegítéshez 30 liter 25 fokos vizet kell biztosítani a csapatoknak, amit azonnal ráborítanak a pályára, tehát a verseny kezdetén úszik a pálya, de ez a szabály. Tehát olyan kapacitású hűtést kell biztosítanunk, ami képes ezt meghúzni, mert nyilván vízben nem jó korcsolyázni. Na most ehhez biztos, hogy bérelni kell jégdagasztógépeket, mert a Phoenix a multi funkcionalitása miatt ilyen jeges terjedésre nincsen felkészülve. Egyébként máshol is találkoztunk ezzel, Bostonban, a műkocső és jégtánc világbajnokságon a döntőt azt tocsogó vízben rendezték. Teltház volt, ugye egy ember 1 kWh hőteljesítményt ad le, tehát olyan, mintha kazánokat tennék, vagy ilyen hőradiátorokat tennék be a csarnokba. Ugye a modern feltételek azt követelik meg, hogy a jég fölött -2-3 legyen, közvetlenül a jég fölött, tehát abban a 6 cm-ben -10, mert -9-es felszínű hőmérséklet kell, viszont a közönség meg 15-16-20 fokban üljön. Tehát ez olyan légtechnika kell, nem olyan egyszerű megcsinálni, de a Phoenix ezt tudja, és a mostani felújítás után még inkább fogja tudni, mert nagyon fontos, hogy megújul a világítás. És a világítás, ugye korábban ezzel a higanygőz lámparendszerrel, azok olyanok voltak, mint egy fűtőtest, felülről infrába melegítették a jeget. Ezért voltak gondjaink, tehát nem nagyon tudtunk -6 foknál hidegebbet a jégfelszínen tartani. Ugye ez maghőmérsékletben ez ilyen -13-14, miközben a maximális előre menő az 18, aztán nem lehet hidegebb, mert szétfagyasztjuk a Phoenixnek az alapján. Tehát itt, bár megvan ott is a szigetelés, de a ledes világítás nagyon jó, mert nem fűt, nagyon-nagyon fontos. És ugye azt beszéltük a csarnoknak az üzemeltetőjével is, meg a sportcentrummal is, hogy így szerintem elég, hogyha csak jégkészítő agregátorokat hozunk kintről, azt letesszük oda, ahol mindig szoktuk tenni ott a hódos felüli hátsó bejáratnál, a Phoenixbe, és az elég lesz. A másik fontos dolog, hogy a holland ellenőr, aki ISO ellenőr, ő aláírja, hogy lehet rendezni ilyen feltételek mellett versenyt, mert az ő aláírása nélkül nem lehet rendezni. Úgyhogy